Lefestették Györgyfalva kétnyelvű helység névtábláján a magyar megnevezést. Az ügyben telefonon megkerestük Györgyfalva magyar alpolgármesterét, aki így nyilatkozott, idézem: én csak békességet szeretnék, éppen ezért ez a dolog engem nem érdekel. Lehet, hogy magát igen, de számomra ez az ügy le van zárva. A helybéliek nyitottabbaknak bizonyultak. Sevecsek Renáta kis riportja következik. Györgyfalva Kolozsvártól mintegy 6 kilométerre fekvő, 90%-ban magyarok lakta település. A román-magyar együttélést jól példázta a falu bejáratánál elhelyezett kétnyelvű helységnévtábla, melynek a napokban magyar feliratát ismeretlenek lefestették. Ott jártunkkor már nem láthattuk a megrongált helységnévtáblát, mert restaurálás céljából eltávolították azt. Megkérdeztük a falubelieket, mit gondolnak az esetről. Hogy emlékszik, voltak itt problémák eddig esetleg a románok és a magyarok között? Nem nagyon volt, nem nagyon. Régebben, igaz most is, mikor volt esküvő a románoknál, a románság, románoknál magyarok voltak az esküvőn, már románság kevés volt. Tehát nem jellemző erre a falura, nem, hogy itt... Nem volt probléma, soha én nem emlékszek, hogy a magyarok összeveregettek volna a románokkal. Mit beszélnek a faluban? Minek tudják ezt be, hogy mit gondolnak, ki festette le, vagy miért, vagy honnan ez a... Nem tudom megmondani az őszinteséget, nem tudom megmondani, hogy... Azért gondolom, a faluban csak beszélnek valamit, mire gyanakodnak? Hát, minden mondják, nem járok sehova, idős vagyok, úgyhogy nem tudok a híreket a faluban meg, hogy mik történnek. Az, hogy elég sajnos dolog, hogy oda jutott már Györgyfalva, hogy ilyesmi történjen. Még eddig soha, még nézetáttérése volt a román és a magyarok között, és most ilyen körülmények közé kerültünk, hát ez borzasztó. Még ha megállanánk itt, akkor nem volna jó, hát rossz dolog, de megtörténik, hogy tovább fog folytatódni. Ki tudja mivel. Mit beszélnek a faluba? Ki lehetett, vagy minek, miért történt ez? Nem hallottam, hogy ki mit mondott, de elég sajnos, hogy ilyen körülmények közé kerültünk. Voltak itt problémák a románok magyarok között? Gondolom, én már rég itt lakik, itt él. Hát itt születtem, 80 éven fejül vagyok. Itt születtem, soha, még ugyan baráti kapcsolatunk volt, van, a románságban soha nem volt. Lehet, akik most újulag bejöttek esetleg, azok között van vátrás. 90-ben volt, amikor volt a változás, akkor más esztendőben tették fel a táblát a magyar-román, már román polgármesterünk volt, de így született, és az kitétette, megcsináltatta, és akkor most valaki meggyalázta. Mit gondolnak, miért, és hogy ki lehetett az? Fogalmam sincs. Én most hallottuk tegnap reggel a rádióban, hogy mi történt, és nem tudom, melyik nap volt meggyalázva, mikor. De ez a rádióból hallottuk, a kolozsvári rádióból, hogy Györgyfalván mi történt. És itt lakunk, és mégsem nem tudtuk. Messze volt, igen. Messze lakunk. Volt itt valamikor, régebben, vagy akár most probléma a románok és a magyarok között? Amíg csak a bennlakók voltak itt, soha úgy tudtak magyarul, mint mik. Olyan magyar nótákat énekeltek, hogy látottuk a szánkat, a esküvőre mentünk, hogy honnan is tudják, románok. Ilyen volt akkor a divat. Most meg. És most sincs baj? Nincs. Semmi, abszolút semmi. Hogy ki tehette, kinek szúrt a szemét, ezt nem lehet tudni. Lehet, hogy nem is fogjuk megtudni sose. Nem volt soha problémán. Egy kapacinát lehet. Önök Györgyfalviak? Igen. Györgyfalviak. És mit gondolnak, ki volt, vagy mit beszélnek a faluba? Ha tudnánk, akkor jó lenne. Akkor el kéne kötözön Györgyfalváról. Aztán igen. Nem, már jönnek a városiak, tetszik tudni. Aztán van közülük jó is, rossz is. És körülbelül azt ott lehúzza. De emlékszik olyanra, hogy mondjuk itt lett volna probléma a románok, magyarok között? Nem, vagy... volt soha. Jártunk esküvőre, bálokba, mindenfele. Énekeltünk, románul, magyarul, nem számított. Soha nem volt verekedés. Valamikor. Olyasmi. De aztán most már jönnek a városiak, aztán, na. Lehet, nem is falubeli volt, vagy mit gondolnak? Hát szerintem nem. Nem. Én azt mondom, hogy falubeli volt. Falubeli kellett legyen. De amelyik ide költözött, nem
Nem. Kitudódik az valahogy.